Na hát, sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk Eszkimóak, itt a határban már. Kifejezetten tavasziasnak tűnik az idő, nem? És itt a nap. Hol van a nap? Arra van a nap. És itt a nap. Kellemes 12 fok van. Mi kellhet még? Nos, hát a probléma az, hogy ez egy átverés. Én amikor elindultam, akkor nagyjából olyan rohadt szél van, valószínűleg halljátok a kamerába, recseg, ropog meg minden. Hiába kapcsolom be a félvédelmet, tehát ez... Hát én amikor jöttem ott le, ott azon a szakaszon nagyjából, a másik úton, akkor úgy képzeljétek el, hogy alig bírtam menni, folyamatosan lökött befelé az út közepére a szél. Hát meg volt a 100 km per órás szél is. Volt eső is, hogy nagyon boldog vagyok. Hogy a problémák adódtak. Tökre olyan jó tavasz és idő van. Már a hó is elolvadt. Bár elvileg kedéllyel, kedről szerdára viradóan akár 7 cm-nyi hó is fúlhat, úgyhogy hát esetleg, ha tudok, bevágok nektek egy screenshotot róla, de nem biztos. Úgyhogy ja. De ennyi, tehát hogy itt van Eszkimó. Mutatok nektek valami egészen csodálatosat. Nem? Azt elengedem. Ezt nézzétek. Nézzétek meg. Hogy milyen jól néz ki itt, nem? Egészen jól néz ki. Nem mész oda füvet nyolni. Nézzétek csak. Most a farka úgy itt van. Nagy bűnös seggé, úgyhogy egy kicsit odébb jönnék. Nem úgy nem. De máma, én már körbe mentem. Igaz? De tudod? Akkor a fejem, mint a tenyerem. Hát... Na, ül a kutya, egy kicsit leül. Nem jó, nem akar leülni. Túl sokat ül. Úgyhogy ja. Már látjátok, hogy fáll. Hát nem, most kiálltál oda lakig, vissza, le. Oda a Wintáláig, és itt visszajöttem a tolvajon, úgyhogy most jól le lesz fárasztva a hatalmas szél ellenére. Még egy idiótát nem fogtok találni, aki ilyen hülye hidegben, hideg nincs, de ilyen hülye szeles időben biciklivel megy, egy kutyával, és méghozzá egy ilyen állapotú biciklivel, amelyiken lóg a sárvédő, de eső is volt, úgyhogy nagyon el vagyok ragadtatva. Mennyire ugye ézel havazott is, olyan sár van mindenhol, mint a rohadása, ugye nem maradt meg. De esett volna legalább egy 4-5 centi, mert nagyjából olyan két teljes óránál tömlött a hó. De hát elolvadt, tehát nem maradt meg. Mikor elkezdett volna megmaradni, akkor meg elkezdett fújni a szél, és elfújta összesen. Már elkezdett fújni ezt a hülye meleget be. Nagyon el vagyok ragadtatva. A solymot is láttam, úgyhogy hát attól is szerencsére az megijedt a kutyától. A solyom. Úgyhogy ja, elment a fókuszt azt a kurva. Nézzétek! Végis, hogy lehajtsa a füleit. Gyere, ás! Szeretném megmutatni, hát ás! Na! Megmutatom neki, hogy mit kéne csinálni, és ezt levitem hozni. Gyere, gyere! Jaj, ne! Biciklit odébb! Ajjajjajjajjajjajjajj! Jönnek közben itt el, úgyhogy kicsit lehetett. Na hát, egy kis problémába ütköztünk. Nagyon feltámadt a szél, úgyhogy a kamerát elrakom. Kapcsoljátok be az értesítéseket is, egy erősebb a szél közben. Úgyhogy, ja, sziasztok!
konkrétan, nem is konkrétan már borítana fel a szél. Sziasztok!